A boldogság pozitív érzelmekkel jellemezhető mentális állapot, amely a megelégedettségtől egészen az intenzív örömérzésig terjedhet. De vajon kinek mit jelent a boldogság? Maga szerint mit jelent a boldogság? Mit jelent boldognak lenni? Számomra a boldogság azt jelenti, hogy együtt van a családom, a lányaim, a feleségem, együtt élünk, nem vagyunk távol egymástól, és minden nap találkozunk. Ez számomra a legnagyobb boldogság. És most jelenleg boldognak érzi magát? Nagyon-nagyon boldognak, mivel úgy látom, hogy a lányom is boldogok, úgyhogy igen. Mit jelent maga számára a boldogság? Az én boldogságom az függ a körülöttem élőknek a boldogságától. Ha ők jól érzik magukat, akkor én is boldog vagyok. Így érzek. És most boldognak érzi magát? Igen, mivel mindenkit van körülöttem, akit szeretek. Maga szerint mit jelent az, hogy boldognak lenni? Számomra boldognak lenni azt jelenti, hogy a körülöttem lévő emberek jól érzik magukat, boldogok, egészségesek. És most boldognak érzi magát? Most boldognak érzi magam. Igaz, Lídia, magyar kanizsai pszichológus elmondta, hogy a boldogságnak három alappillére van. Ezek pedig a magánélet, a munka és az egészség. Mi játszódik bennünk, amikor boldognak érezzük magunkat? Boldogságnak lehet mondani általánosságban, hogy van három alappillére. Ez a magánélet, a munka és az egészség. Hogyha ez a három dolog úgymond rendben van, akkor az ember érez egy megnyugvást, egy harmóniát az életében, és talán ezt lehet boldogságnak nevezni. Viszont ez természetesen nem mindenkinek ugyanaz, mert nem mindenkinek ugyanazok az értékei. És lehet, hogy valakinek fontosabb az, hogy legyen egy nagy autója és egy szép háza, valakinek viszont fontosabb az, hogy legyen egy boldog családja. Nyilván mindenkinek meg kell, hogy legyen a cél, ami felé kell, hogy menjen, viszont nem a cél az, ami boldoggá tesz minket, hanem az út, ami a cél felé vezet. Mert hogyha például nekünk az a célunk, hogy legyen, tegyük azt, 2 évben belül vegyünk egy nagy autót, akkor elérkezik az a 2 év, 2 éven keresztül úgymond szenvedünk, és csak azt várjuk, hogy megérkezzen az a nap, hogy megbírjuk venni. Megveszük azt a nagy autót, ideig óráig boldoggá tesz bennünket, viszont az ember nagyon gyorsan hozzászokik a jóhoz, és újból kell neki valami más. Ezért van az, hogy az útra kell koncentrálni, és miközben dolgozunk azért, hogy elérjünk valamit, az út kell, hogy tegyen boldoggá bennünket. És tudunk-e arról, hogy éppen boldogok vagyunk? Sajnos nagyon sokszor nem tudunk, mivel amikor egy adott életszakaszban boldogok vagyunk, akkor inkább azon idegeskedünk, hogy mi fog történni a jövőben, és elfelejtjük azt, hogy a pillanatban éppen jó. Erre van egy nagyon banális példa, az iskoláskor. Amikor felkerülünk felsőbe, akkor azt mondjuk, hogy hú, mennyivel jobb volt az alsó. Amikor elkerülünk középiskolába, akkor azt mondjuk, hogy mennyivel jobb volt az általános iskola. Aztán egyetemen mennyivel jobb volt a középiskola, aztán amikor elkezd az ember dolgozni, akkor mennyivel jobb volt az egyetem. És ez mindig azért van, mert egyszerűen nem tudjuk megélni a pillanatot. Nem tudjuk a pillanatban jól érezni magunkat, és hogyha mondjuk most én erre a pillanatra azt mondom, hogy nem jó, 1 hét múlva már azt fogom mondani, hogy ez mégis jobb volt, mint most. Úgyhogy nem, sajnos nem tudjuk azt, hogy boldogok vagyunk, és nem is tudjuk átélni a boldogságot. És semmilyen helyzetben nem tudjuk? De, vannak olyan helyzetek, amikor át tudjuk élni, és vannak olyan emberek, akik át tudják élni, ez most nyilván egy általánosítás volt, ami inkább vonatkozik a 21. századi emberre, aki folyamatosan csak hajt, és el akar élni a céljait, és csak az anyagiakra koncentrál. És hogyan tudatosítjuk magunkban a boldogságot? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, és nincs rá egy ilyen varázs technika, de talán ami tud segíteni, az az, hogyha megéljük a pillanatot, megpróbálunk egy kicsit lazítani, és megpróbáljuk mindig, minden nap megfogalmazni magunkban azt, hogy miért vagyunk, vagy lehetünk épp ma boldogok. És hogyha ezt megfogalmaztuk magunkba, akkor megpróbáljuk ezt hangosan ki is mondani. Mondjuk ez a pozitív pszichológia az, amire sokan azt mondják, hogy csak filozófia, ide tartozik például a vonzás törvénye is, amiben azért valahol tényleg van igazság, mert nem mindegy, hogyha az ember úgy kell fel reggel, hogy fú, már megint el kell mennem dolgozni, és már megint rossz kedvem van, akkor nyilván az egész napját ez fogja átszűni. De hogyha azon gondolkozik reggel, hogy mi lehet ebben a napban jó, és a pozitív, akkor sokkal boldogabban fog neki indulni, és így minden napja sokkal vidámabb is lesz. Tehát a lényeg az, hogy átéljük a pillanatot, és mindig fogalmazzuk meg magunkba, és aztán mondjuk is ki hangosan azt, hogy miért
vagyunk, vagy lehetünk boldogok. Az öröm és a jókedv az egyenlő a boldogsággal? Nem. Az, aki örül, az nem feltétlen boldog, viszont az, aki boldog, az már igen egyértelműen örül is, ugyanígy van ez a jókedvvel is. Tehát mondjuk a jókedv az, amikor valaki elmegy szombat este szórakozni, vagy örülni tudunk akkor, hogyha megveszünk egy tárgyat például, amit szerettünk volna, de ez még nem feltétlenül jár boldogsággal. Például egy megvett tárgyra tudjuk azt mondani, hogy most boldogok vagyunk, mert megvettük, de az csak ideig, óráig tart, és ez inkább egy ilyen ideiglenes örömforrás, de nem tesz minket boldoggá. És a mai családokra mondhatjuk ezt a 21. századi emberre azt, hogy boldog? Hát sajnos nem. És ez főleg abból ered, hogy a mai 21. századi ember állandóan elégedetlen. Amire én azt mondom, hogy legfőképp a média hibás, mert folyamatosan azt az információt kapjuk, hogy lehet ezt még jobban, lehet ezt még szebben. Állandóan azt látjuk, hogy van a miénktől jobb autó, van a miénktől szebb ház, van a miénktől jobb munka, van a miénktől több fizetés, és az ember állandóan csak arra koncentrál, hogy én nem vagyok elég jó, amit én csinálok, nem elég jó. Persze ez nem vonatkozik mindenkire, van akinek az az értékrendje, hogy legyen egy boldog családja, és megelégszik ezzel, de sajnos ma már több a karrierista ember, ami nem feltétlen jelenti azt, hogy ez rossz, de abba az irányba haladunk, hogy senki nem boldog. Aki magányos, az boldogtalan, és ez egyenlő azzal? Hát ez attól függ, hogy nézzük a magányt. Nagyon sokan, hogyha valaki egymaga él, és nincs neki párja, akkor azt mondják rá, hogy magányos. Ez egyáltalán nem jelenti azt, mert ha valaki békében van önmagával, akkor egyáltalán nem magányos. Egy ember, akinek családja van, ugyanúgy lehet magányos, mint valaki, aki úgy magányos, hogy nincs neki senkije. Az, aki magányos, az igen, általában boldogtalan. És az ilyen ember az körbevéheti magát akár 10 emberrel is, és lehet mellette állandóan valaki, akkor is boldogtalan lesz. Mindaddig, ameddig a saját lelki békéjét meg nem találja, és saját magával nem lesz jó kapcsolatban, addig boldogtalan lesz. És merünk-e boldognak lenni a mai világban? Nem. A 21. századi ember szerintem nem mer boldog lenni, mert igaz, hogy nagyon sokan nem vallják be saját maguknak, de állandóan félünk valamitől. És a boldogsággal kapcsolatban is van egy félelmünk, hogy el fog múlni, és hogy mikor fog megint valami rossz történni. Ugye itt az elején, amit mondtam, a magánélet, a munka, vagy pedig az egészség, és hogyha mindhárom rendben van, akkor nem azt mondjuk, hogy hú, de jó, hogy most mindhárom rendben van, hanem arra koncentrálunk, hogy mi lesz, ha megint valami rossz fog történni, és állandóan ettől félünk. A pszichológus hozzátette, hogy a legfontosabb, hogy az adott pillanatot megéljük, és ezzel sokkal több boldog órát okozhatunk saját magunknak, hisz a boldogságunk kulcsa a mi kezünkben van.